reggeli tornát tart tudósoknak, művészeknek és postás kisasszonyoknak, illetve ha történetesen megbíznák egy cirkuszi előadás megrendezésével, akkor a szereplőit autentikus területről, a parlamentből választaná. Csak az okozna problémát, kijátsza a bohóc, a zsonglőr, az idomár, az egyensúlyozó és az erőművész szerepét. Az ötleteket várja a réka@tünetegyüttes.hu címre. Hölgyeim és uraim, Szabó Réka. Na, hát megpróbálok beleférni. Eltettétek a 6 percemet, mi? Már nem látom, de nem baj. Sietek. Gondolkodtam azon, hogy tudom-e vajon definiálni magam számára a szabadságot, és azt hiszem nem. De arra jöttem rá, hogy viszont nagyon érzékenyen érint, vagy azt gondolom, hogy felismerem, amikor sérül. És igazából 3 pici személyes történetet hoztam nektek, ami valamiért nekem nagyon fontos, mind a három nagyon picike. De azt gondolom, hogy ezekben a picikben ott van a lényeg. Én a műegyetemen is tanítok mellesleg matematikát, és még amikor elkezdtem tanítani, ami jó rég volt, akkor még felvételizni kellett a műegyetemre, de már a rendszerváltás után voltunk jó pár évvel, és mindig lehetőséget adtak a diákoknak, hogy megnézzék a kijavított dolgozataikat, reklamáljanak, hogyha nem értettek egyet a pontozással. És engem is, mint fiatal tanítót beosztottak egy ilyen alkalomra, és megjelent egy vidéki fiú az anyukájával, az anyuka nem jöhetett be a terembe. A fiú bejött, kikért a dolgozatát, nagyon félénken odahívott egy idő után, és mondta, hogy szerint ez itt valami nem stimmel, és mondtam, hogy totál igaza van, ez rosszul van kijavítva, jár neki még, mit tudom én, 7 pont. Írja le, adjuk be, ezt meg fogja kapni. Mire láttam, hogy az anyuka rémülten, tehát tényleg mint egy kis sarokba szorított állat, integet neki, hogy jöjjön ki oda az ajtóba, és a fiú kiment, és mondta, hogy hát nem, ő mégse szeretne reklamálni. Az az érdekes, hogy nem emlékszem, hogy sikerült-e őket meggyőznöm arról. Valami olyan falba ütköztem, azt éreztem, hogy olyan félelembe, és mondom, ez a rendszerváltás után volt jó pár évvel, hogy jaj, ne, tehát ne írj le semmit, fiam, ne tűnj ki, ne menjen a te neved oda föl, ne tudjanak rólad, ne logjál ki. Ezt hozzuk. Tehát ezt remélem a mai fiatalok már nem, de nagyon Magyarországnak egy iszonyatos része ebben szocializálódott, és ezt visszük magunkkal. Ha nem értitek, miköze mindennek a szabadsághoz, szóljatok. A másik példát, azt a anyuka is vagyok, és ez nagyon fontos nekem abban, hogy a szabadság az mit jelent. Nagyon sokat tanultam ebből a helyzetből. Erről, és egy szülői értekezlet, óvónéni nagyon büszkén bejelenti, hogy bevezették a kézmosás felelőst. És ez hihetetlen jól működik, és a gyerekek nagyon élvezik, és sokkal jobban mosnak kezet, mióta ezt a játékot játsszák. Én nem tudom elmondani a döbbenet. Tehát én ott ültem, és én ezt nem hittem el, és azt se hittem el, hogy néztem körbe, hogy ez csak engem érint, szóval tényleg hülyének néztem magam. És megkérdeztem, hogy ez csak itt én érzek-e valami, hogy itt valami nem jó. Én egyetlen szülő nem állt, vagy szóval senki nem bólogatott rám, vagy nem tudom. És akkor én ott ültem letaglózva, és mondtam, hogy hát figyeljetek, nem lehet-e az, hogy legyen egy következő lépés, hogy mondjuk ezt játsszátok egy hónapig, és utána meg mindenki legyen a saját kézmosás felelőse, és hogy milyen ilyen vicces játékot is lehetne belőle csinálni. A Zovi, hogy na, megmostam a kezem, nem mostam, nem tudom. Ezen a ponton tehát itt tényleg azt hiszem hülyét csináltam magamból teljesen, tehát nem értettek. És hát ez második. Mi köze a szabadsághoz? Szerintem nagyon-nagyon sok. És nem tudom ennek a jelentőségét eléggé hangsúlyozni.
A harmadik kis példám az a, van a tünetegyüttesnek egy gyerekdarabja is. Óvodásoknak csináltunk egy olyan gyerekdarabot, amiben nincs színpad, együtt játszunk, 35 gyerek jön be egyszerre, egy mesén visszük őket végig, teljesen tehát oda beszabadul 35 gyerek, teljesen szabadon vannak engedve, csak a színház ereje az, ami egybe tudja tartani ezt a helyzetet. Hihetetlen. Tehát tanulmányokat lehetne írni a szülőtől, aki így fogja a gyerekek kezét, és így mondja, hogy na most fölállt a robot, most mosolyogni kell, most gyere, te is bújjál a csikikapun, látod, hogy ez... Tehát, hogy ettől a szülőtől addig a szülőig, aki beül a sarokba, amúgy is néha zsongó előadást túl kiabálja a haverra, dumál, miközben a gyerek rúgdossa kb. Vagy a másik gyereket, vagy a színész fejét. Szóval, hogy hol van a szülőként, hogy mi az a szabadság, és mik a korlátok, hát ez nagy tanulnivaló lecke mindenkinek, de a pillanat, amit el szeretnék mesélni, mi ezt elvisszük, ezt az előadást a hátrányos helyzetű településekre, és ott sokszor találkozunk elég nehéz csoportokkal, de mindig nagy kihívás, és nagyon, nagyon szeretjük ezt csinálni. Volt egy olyan helyzet, van egy pillanat, amikor megjelenik a királylány, teljes magic van, végre őt keressük, ez az 50. perc mondjuk, végre megvan, előbb bújik, és az egyik elég ilyen rendbontó fiú az ebbe a pillanatba lekapta a színésznő fejéről a vörös parókát, amire legalább a másik 5-8 iszonyú röhögésben tört ki. És aztán a Dóri, a Furulyás Dóri játszotta ezt a szerepet, rájuk nézett, körbenézett, és ilyen nagyon-nagyon kedvesen azt kérdezte tőlük, hogy szeretnétek, hogy visszarakjam a parókámat, vagy most így menjen tovább a mese. Mire döbben csönd lett a csoportban, és aztán egyöntetően azt mondták, hogy tegyed vissza. És onnantól, mintha megváltozott volna az egész, hihetetlen kooperatív lett a csoport, és azt gondolom, hogy ez, amikor egy olyan pillanatot idézel elő, amikor partnernek tekinted őket, és az ő szabad választásuk az nekik adod ezt, akkor ez egy teljesen más helyzet. És egy utolsó kis 20 másodperc, lehet, hogy több lesz, mert itt ülök másfél órája, hogy szeretném megcsinálni azt a dolgot, amit igazából 4,5 évvel ezelőtt a Mila tüntetésre üzentem egy videóval, amit igazából ma se tudnék azt hiszem jobbat üzenni ennek az országnak, ha lehet ilyen nagyokat mondani. Szóval, ha felétek dőlök, akkor az ujjaim begyét, ha a másik irányba, akkor a tenyerem tövét süllyeztem a talaj, vagyis hát ebbe a dobogóba, hogy egyensúlyba maradjak. Ha nem reagálok minden kis kilengésre, akkor túl késő. Köszönöm.